Minden évben felkészülten várja a telet a városgondnokság. Hol tartanak a téli felkészülésben? Erre kapunk választ következő percekben Molnár Páltól, a városgondnokság vezetőjétől. Mint kiderült, a téli síkosságmentesítésre már augusztus óta készülnek, hiszen már akkor meg kell rendelni az érdesítő anyagokat, mert a bányák zárnak. Mivel nem tudják, milyen tél lesz, egy hétre betárolt sómennyiséggel rendelkeznek, de van két partnerük, akik, ha elfogy, tudják az utánpótlást biztosítani. A téli síkosságmentesítés és hólyátakarítási munkákra már augusztus végén elkezdjük a főkészülést. A szóróanyagot, síkosítás mentesítő anyagot, valamint a oldó sózóanyagokat már meg kell rendelni szeptember környékén. Az érdesítő anyagot azért szükséges szeptemberben megrendelni, mert ugye a bányák zárnak, és utána nagyon nehéz ezeket évközben vagy tél folyamán beszerezni, és hogyha ilyenkor történik a beszerzés, akkor nem csak nehezebb, hanem drágább is. Ezek a beszerzési folyamatok lezajlottak, megvan a megfelelő készletünk, természetesen sóból nem tudunk annyit betárolni, ami egész télre szükséges, meg felesleges is lenne, mert nem tudjuk, milyen tél lesz. Van egy, pontosabban kettő olyan partnerünk, aki 2-3 napon belül, még a legrosszabb időjárási körülmények között is tudja szállítani a kívánt mennyiséget, de egy hetes mennyiségben van tárolva sóból is, tehát hogyha egy hétig havazna most, vagy kell síkosság mentesítéssel élni, akkor ezt egy hétig tudnánk biztosítani. A fogyókészleteket természetesen alkalomszerűen majd pótolni fogjuk. A gépek felkészítése is megtörtént, így akár már a jövő héten is tudnak síkosságmentesíteni, ha az időjárás olyan lesz. A téli ügyeleti rendszert november végétől indítják be. A gépparknak a előkészítés is meg kell, hogy augusztus végén kezdődjön, ugyanis azért a gépek használat során megrongálódnak, romlanak, korrodeálnak. Ezeket a gépeket sikerült felújítani, és ha úgy alakulna, hogy jövő héten be kell vetni őket, akkor már be tudnánk vetni. Hétvégén azért mondja már a időjárás téliesre fordulását, fagyokat, a hegyekbe havazást is mond. Nem tudjuk, hogy milyen idő várható jövő héten, de hogyha kell, akkor ezek a gépek el tudnak indulni. A kollégák föl vannak készítve, a síkosságmentesítési program össze lett állítva, az ügyeleti rendszer össze van állítva, viszont magát az ügyeletet még költségtakarékosság szempontból nem indítottuk el, ezt mindig az időjárási körülményekhez szoktuk igazítani. Korábban voltak évek, amikor már november 1-ével el kellett ezt indítani, de most egyre jobban az elmúlt évek tapasztalata szerint inkább november végével indul ez el, és a február végi korábbi leállítás helyett inkább már március 15-ig meg kell hosszabbítani, mert itt azért még márciusban is lehetnek olyan munkák, amelyek a síkosságmentesítést érintik. A szakember szerint jó lenne a mezőgazdaság számára egy keményebb tél, hiszen akkor a kártevők elpusztulnak, de a gyerekek is szeretnének már havat látni.